Különleges, bár már hagyományos kenyérsütést rendeztek a Móricz iskolában. Halottak napjára tiszta temetőt, lehet csatlakozni a közösségi falevélgyűjtéshez. November 11-én lomtalanítás lesz Dunaújvárosban, két helyen lehet majd leadni a felesleges lomokat. Folyamatosan igénylik a segítséget, a támogatást, sokan járnak az adománykuckóba. Önkormányzati tulajdonú épületet újítanak fel a Palme közben. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Immáron több mint két évtizeden nyilvánították október 16-át a kenyér világnapjává. Ezen a napon a Móricz iskolában nem pusztán a Dunaújváros kenyerek kezdeményezés ünnepélyes átadóját tartották, hanem az esemény apropóján brióst is sütöttek a gyerekekkel, Pintér Tamás polgármester és a Széchenyi Pékség csapata. Tavaly perecet, idén brióst sütöttek. Egy szép hagyományt folytatott a Széchenyi Pékség és a Móricz Zsigmond Általános Iskola október 16-án a kenyér világnapján. A pékségben dolgozó szakemberek idén is örömmel látogattak el az iskolába, hogy a gyerekekkel közösen készítsék el a péksüteményeket. Miután a fiataloknak megtanították a szükséges technikákat, a tésztát briósá formázták, ízesítették és megsütötték. A sok kis szorgos kéz mellett pedig jelen volt Pintér Tamás polgármester is, öreg diákként a gyerekekkel együtt Eljöttünk az iskolába, Móricz iskolába az idén is, hogy a kenyér világnapját megünnepeljük a Széchenyi Pékségnek a nagyszerű kezdeményezésére. Érkeztünk ide a mai nap, amikor minden osztálynak megmutatják a Széchenyi Pékség munkatársai, hogy hogyan lehet különböző péktermékeket készíteni, hogyan lehet ezeket a kis péktermékeket előállítani. Az idei évben egy brióst készítettek a gyerekek, a tavaly javval ellentétben, mert akkor is itt voltunk, és akkor perecet sütöttünk szintén az idejövő osztályokkal. A polgármester egykori móriczosként mindig örömmel tér vissza az oktatási intézménybe. Elmondása szerint az pedig tovább emeli az esemény fényét, hogy a gyerekekkel közösen munkálkodhatott. Egyébként is nagyon szeretek ide Móricz iskolába járni, mert én is ide itt tanultam, és nagyon szeretek visszatérni. És nagyon jó volt látni a gyerekeknek a mosolyt az arcán, és látni azt az érdeklődést, amivel jöttek és készítették ezeket a briósokat. Számomra ez azért fontos, mert tudok így egy picikét gyerekek között is csinálni ilyen kis hasznos programot, illetve nagyon fontos volt számomra is az, hogy a Széchenyi Pékségnek személyesen is megköszönjem ezt a lehetőséget, amit évről évre most már nyújt a Móricz iskolásoknak. Az intézmény látogatás, és ezzel együtt a közös sütés már egy több évre visszanyúló hagyomány, árult el Róka Sándor, a Széchenyi Pékség kereskedelmi vezetője. Elmondta, sütöttek már pogácsát, kiflit, apró kenyeret, perecet, és most végül a briósra esett a választás. Több okból is fontos, egyrészt azért, hogy felhívjuk a figyelmet a kenyér, mint alapvető élelmiszerünk jelentőségére. Másrészt, hogy bemutassuk a pékek munkáját. Harmadrészt meg szeretünk gyerekeknek örömet okozni, és szeretjük támogatni egyáltalán az iskolát is, és örülünk, ha tudunk segíteni. A szakember kiemelte, meglepő volt számukra, hogy az elmúlt évek látogatásai után sem csökkent az érdeklődés a közös sütés iránt. Már szeptember elején felmerült az igény a kezdeményezés folytatására. Azt gondoltuk már a tavalyi kenyérvilágnapja után, hogy már többet nem kell jönnünk, hogy megüntek a gyerekek. Viszont szeptember 1-én már azzal fogadtak, hogy ugye jöttök ebbe az évben is, és hogy vártak minket, hogy jöjjünk. Próbáltunk minden évben más terméket hozni, csináltunk már pogácsát, csináltunk kiflit, perecet. Volt ilyen év, amikor pici kenyeret sütöttünk, az idén briósat próbálkoztunk. Az eseményen kameránk elé állt egy testvérpár is, Galambos Gergely és Galambos Márk. Ők arról meséltek, hogy milyen fontos tudnivalókat tanultak a délelőtt folyamán, illetve büszkén árulták el a saját titkaikat arról is, hogy mitől lett igazán finom az általuk készített briós. Pintér Tamás polgármester, illetve az intézmény munkatársai ezzel együtt megköszönték a pékek munkáját, illetve a pékség szakembereinek a közreműködését is. A
temető ápoltsága, gondozottsága az év mindennapján fontos kérdés, de ezekben a hetekben talán a legfontosabb. A Rajtaújváros Egyesület október 27-ére közösségi falevélgyűjtést hirdet, hogy halottak napjára teljesen tiszta és a lehullott levelektől mentes, ápolt legyen a dunaújvárosi temető. Már most látszódik, érződik a temetői forgalom növekedésén, hogy közeledik a halottak napja. Egyre többen érkeznek a temetőbe, hogy az ünnepek előtt rendbe tegyék szeretteik sírját. A városvezetés számára is fontos a temető rendezettsége, ezért is igyekeznek több területen is megoldásokat találni. A jelenleg is zajló munkálatokról Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester számolt be, aki elmondta, hogy elkezdődött a ravatalozó teljes felújítása, kibővítése, ami tavaszra fog elkészülni. A város több pontján, így a temetőben is problémát okoznak a kiszáradt fák, amelyeket ki kell vágni, illetve pótolni kell. A temető, ezt nem sokan tudják, a temető területe az nagyjából akkora területen fekszik, mint a Békeváros rész maga, Dunaújvárosban, és rengeteg fával és bokorra van, hála Isten, az a temető is ellátva. Az idei évben a tavalyi aszály miatt szinte az összes nyírfa és az összes fenyőfa kiszáradt a temetőben. Erre voltunk múlt héten bejárásra, két hete pontosabban voltam egy bejáráson itt a temető gondnoksággal, és megkértem őket, hogy vonjanak be külső vállalkozókat arra, hogy halottak napjára ezek a szárazfák eltűnjenek a temetőből, és lehetőség szerint ültessünk is, ahogy az időjárás engedi, ültessünk is újakat. Mezei Zsolt szerint a fakivágással nem végeztek még, az a következő időszakban is folyamatos lesz. A másik mostanában aktuális kérdés természetesen a temetőben is a lehullott lombok gyűjtése. Ahol sok a fa, ott sok a lehulló levél. Ezért arra gondoltunk, hogy a Rajtaújváros Egyesület szervezésében október 27-én fogunk készíteni, vagy fogunk csinálni egy társadalmi munkát itt kint a temetőben, ahova már több civil szervezetet meghívtam, akik örömmel vállalták ezt a feladatot, hiszen nekik is fontos, és szerintem minden városlakónak fontos az, hogy halottak napjára is, és az év többi napján is jól nézzen ki a temető. Tehát 27-én reggel 8 órától egy közösségi falevele gyűjtést szerveznénk ide a temető, vagy szervezünk ide a temetőbe, ahova hozunk szerszámokat, gépeket és mindent, hogy halottak napjára úgy nézzen ki a temető, ahogy szeretnénk, hogy kinézzen. És azt szeretnék, hogy jól nézzen ki. Október 27-én reggel 8 órától közösségi falevélgyűjtés, takarítás lesz a dunaújvárosi temetőben. Aki úgy gondolja, csatlakozhat. Csatlakozzon! Éveken keresztül rendszeresen és sikeresen zajlott Dunaújvárosban a lomtalanítás, és éves szinten több száz tonna hulladéktól tudott megszabadulni a lakosság. Az évközben életbe lépett hulladékgazdálkodási törvény változása miatt volt egy kis kényszerszünet a lomgyűjtésben, de lesz folytatás, idén egyszer, jövőre pedig a megszokottak szerint. Tavasszal szinte minden hétvégén volt valahol lomtalanítás a városban. Egyrészt mert igény volt rá, másrészt azért, mert tudható volt, hogy a hulladékgazdálkodási törvény változása miatt lehetnek fennakadások. Mezei Zsolt város üzemeltetési alpolgármester arról tájékoztatta a stábunkat, hogy már az idén, ha nem is a teljesen megszokott formában, de lesz lomtalanítás. Az ott a hulladékgazdálkodási rendszer. Ez sok-sok tárgyalást kellett lefolytatni ahhoz, hogy ismét folytatni tudjuk a lomtalanítást, és az idáig tartott. El fogjuk kezdeni az idén a lomtalanítást, igaz, csak egy alkalommal. Most az őszi szakaszban és tavasszal természetesen folytatni fogjuk már, remélhetőleg a tárgyalások a befejeztét után, folytatni fogjuk ezzel a rendszerrel, amit megszokhattak most már a városlakók. Mezei Zsolt szerint sikeresek voltak az egyeztetések a hulladék gazdálkodásért felelős MOL-lal. Megértették, fogalmazott Mezei, hogy nekünk Dunaújvárosnak is fontos, hogy mielőbb visszaálljon a régi rend, de legalábbis lomtalaníthassunk. És lomtalaníthatunk is. Tehát az idei ősszel, télen csak egy alkalom lesz, pont azért, hogy azok a lakosok, akik már nem tudnak mit csinálni lomukkal, és tényleg megvették az új bútort, és le akarják cserélni a régit, akkor legyen helyük elvinni. Ugye nem működik egyelőre a hulladékudvar, Dunaföldváron nem veszik be, nagyon nehéz megszabadulni a lomoktól, ezért most azt terveztük és azt találtuk ki, hogy november 11-én több helyszínen a városban egyszerű alkalommal egy kvázi hulladékudvart fogunk létrehozni, ahol el lehet helyezni a lomokat, és akkor tavasszal természetesen akkor folytatjuk már a megszokott módon ezeket a lomtalanításokat. Az idei esztendőben tehát egy alkalommal november 11-én lesz lomtalanítás Dunaújvárosban.
zöld hulladék és építési törmelék kivételével lehet majd megszabadulni a felesleges lomoktól, akár az elektronikai hulladékoktól is. November 11-én két lomtalanítási pont lesz a városban. Jó, a két helyszín a Dunajváros területén, ugye az egyik itt mögöttünk a Szabadságúti nagyparkolóban lesz, a második pedig a római városrészben fogjuk kijelölni. Tudjuk, hogy a legsűrűbben lakott városrész, ezért ott próbálunk segíteni a pincéknek meg a megszabadult lomok elszállítására. November 11-én 8 és 13 óra között lomtalanítás Dunajvárosban, két helyszínen, a Békében és a Rómain. Működik és folyamatosan segíti a rászorulókat a 4-es körzetben található adománykuckó. Az intézmény szolgáltatásaira igény van, az ünnepek közelettével egyre nagyobb igény. Kedden nyílt napot is tartottak, a rászorulók előzetes bejelentkezés nélkül látogathatták meg a szociális intézményt. Kedden nyílt napot tartottak az adománykuckóban, a rászorulók előzetes bejelentkezés nélkül látogathatták meg a szociális intézményt. A körzetében található létesítményben jelen volt Bartendre humánügyekért felelős alpolgármester, önkormányzati képviselő is. Kiemelte, érezhető, hogy közelednek az ünnepek, egyre többen veszik igénybe mind az adománykuckó adta lehetőségeket, mind pedig az intézmény szociális étkeztetését is. Az adománykuckó egyébként nyitva van, és a dolgozók mindenkinek segítenek. Nyílt nap is lesz még októberben, amelyről a Facebook oldalukon adnak majd hírt. Nyílt napon általában tényleg így a fiatalabb, illetve a középkorúak érkeznek, viszont amikor ez a regisztrációs időszakban kimondottan az idősek, és itt nagyon szeretném megköszönni külön Szilágyi Ferencnek azt a fajta segítségét, aki segít ezeknek a kontaktoknak a megkeresésében, hiszen akkor tényleg a célzottan tudunk odájutni, és azt tudjuk vinni, amire leginkább szükség van. És ugye itt elindult már az a szolgáltatás, hogy ez többször beszéltünk el, és a szociális étkeztetés, ugye ez is nagyon fontos, hogy itt már ingyenesen egy tál meleg ételhez juthatnak minden nap a dunaújvárosiak, akik ezt igénylik, illetve akiknek szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy ahogy már a korábbi interjúmban is beszéltem, ez a szociális háló működik és bővül, és tényleg az, hogy egy generációra tudjuk már ezt így bontani, hogy kinek mire van leginkább szüksége, ez nekünk is egyfajta segítség, illetve azt gondolom, hogy a városlakók is jobban igénybe tudják így venni a segítséget. Bartendre szerint ez a fajta segítségnyújtás a rászorulók számára tényleg létfontosságú. Talán nem is gondolnánk, hogy mennyit jelent ez az emberek számára. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a fajta segítségnyújtás is, ami például itt az adománykuckóban van, hogy nem feltétlenül csak a nagyon rászorulóknak segítség ez, vagy akár a szociális konyha, hiszen az is működhet, vagy az is egy fontos dolog ilyenkor, hogy amiben itt mi segítséget tudunk nyújtani, az adott esetben máshonnan veszi el a terhet. Tehát tényleg, hogy akkor az emberek másra tudják költeni azt a pénzt, amit egyébként nem tudnának. Ugye közelednek azért az ünnepek, ilyenkor mindenki szeret egy kicsit töltődni a családjával lenni, és ha éppen csak annak köszönhetően engedhet meg magának egy olyan aprócska ajándékot, egy olyan aprócska dolgot, amit mondjuk egy kabátot vásárolt volna, amit így itt megkaphat, szerintem ezek is nagyon fontos dolgok, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a fizikai szükségletek mellett azért a lelki szükséglet is nagyon fontos, főleg ebben az időszakban. A képviselő körzetével kapcsolatban arról is beszámolt, hogy vannak már kézzel fogható eredményei is a városlakókkal történt egyeztetéseknek. Kikerültek a megbeszélt padok, kukák, elvégezték a szükséges zöld munkálatokat is. Lesz még két virágosítás, illetve tartanak egy fórumot majd az új Vasmi út parkolási gondjaival kapcsolatban is. Kikerültek a padok, kikerültek a szemetesek, megtörténtek azok a zöld munkálatok, amiket a lakókkal egyeztetve ütemeztünk be, és tényleg úgy azt lehet mondani, hogy épül-szépül a körzet. Két helyen lesz majd most ugye az időjárásnak köszönhetően most még ez a virágosítás, ugye a Liszt Ferenc kertbe, illetve itt a Váci Mihály utcában, illetve lesz most még egy lakossági fórum majd az Új Vasmi úton, ott pedig a parkolási gondokat igyekszünk majd megoldani, és azt gondolom, hogy akkor ezzel az év végére is érünk, hiszen így sikerült az egész körzetet úgy bejárni, illetve azokat a dolgokat, amik ebben a helyzetben megvalósíthatók, megvalósítani. Én köszönöm mindenkinek azt a fajta munkát, a jelzéseket, amikkel segítették az én munkásságomat, és remélem, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Bartendre szerint szomorú, hogy ekkora igény mutatkozik az adománykuckóra és a szociális háló más képviselőire. Az igényekre azonban tudnak reagálni, amiért hálás minden támogatónak, dolgozónak. Elkezdődtek a munkálatok a Palmekőz 2-4 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épületen, amely láthatóan jelentős beavatkozásokat igényel. Mindenről Tóth Kálmán önkormányzati képviselő adott tájékoztatást, aki beszélt arról is, hogy még a héten a Békeváros rész több pontján is takarítani fognak. Az akcióhoz várják a csatlakozókat.
A Palmeköz 2-4 szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben 24 bérlakás található. Az épület, bár a város tulajdona, a lakások bérlő kijelölési joga a Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetet illeti meg. Maga az épület viszont mára olyan állapotba került, hogy elengedhetetlenné vált a felújítása. Ez a felújítási munkát ugye meg kellett tervezni, acélszerkezetre lett építve magába a járdák és a környező kiállók, és annak az elkorhat részeit kell nagyon gyorsan cserélni. Ez egy hosszadalmas ütem volt, mert statikai szakértőt kellett hívnunk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mihez kell először hozzányúlni. Az önkormányzat áldozott rá a saját beruházási keretéből, és most elkezdtük a járda szinteket javítani. Most az alsó szint, az első emeleti szint van elbontva, ki vannak alakítva a megfelelő lejárók, és utána megyünk tovább, mert a második emeleten is az átjárót ki kell javítani. El vannak korodálva, a rozsda, az idő megette, a vasfoga megette tulajdonképpen ezt az épületnek a vasszerkezeti részét. Ennek a javítását kell ütemezetten végrehajtani folyamatosan. Az épület vas szerkezete egyébként láthatóan elrozsdásodott, sok helyen gyakorlatilag málik szét a fém, ezeket a munkálatokat kell most elvégezni, de ezt követően is marad még feladat. Tóth Kálmán szerint az épületre ráférne egy külső szigetelés, a felső szintek beázása miatt további szigetelési munkálatok. Tóth Kálmán beszélt arról is, hogy a Békeváros rész több területén is takarítási munkákat szerveznek a héten, amihez várják a csatlakozókat. Most itt vagyunk a Pálmeköz 2-4-ben, de hétvégén, azaz csütörtök és pénteken egy komolyabb takarítást szervezünk itt a Békeváros részben. A Pálmeközben és a Dobó István utcában ugye nagy fák vannak és a levelek lehullottak már egy jó része. Ennek az első összegyűjtése fog elkezdődni majd most csütörtökön. Itt a Pálmeközben meg a Dobó utcában és pénteken pedig megyünk a Szabadság utca 34-től az 52-ig és a 3-tól a 25-ig lépcsőházba az utcát szeretnénk kitakarítani. A takarítási akcióhoz a szükséges eszközöket biztosítani fogják, lesznek konténerek, zsákok, kesztyűk, szerszámok, várják a környezetükért tenni akarók csatlakozását. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.